Köszönöm, láttam közben. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egyébként. Nem, nem, megvolt. Vagy egy nemet vagyok. Nem, 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 szeretnék néhány információt elmondani. Az egyik az, hogy éppen ezekben a percekben érkezik a Magyar Köztársaság vendégeként a köztársasági, a parlament épületébe az észt és a finn köztársasági elnök. Úgy gondoljuk, hogy nem rájuk tartozik ez a történet. Tehát szeretnének benneteket arra kérni, hogy méltósággal tüntessük. Ahogy ők csinálták 8 évig. Barátaim! Honfitársak! A MILA szervezői nevében tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket ebből a nem túl épületes alkalomból. Rényi András vagyok, a mai esemény házigazdája. Barátaim! A tüntetés indulatos, szenvedélyes közösségi műfaj. Akkor szoktunk tüntetésre menni, ha indulataink támadnak. Márpedig sokakat ebben az országban az utóbbi napokban olyan fokú kollektív düh, kétségbeesés és szégyen fogott el, amire régen volt példa. A MILA, mint tudjátok, a demokratikus érzületű civil társadalom pártszínektől független jogállamvédő tiltakozásainak márka neve. Immár 2 éve minden március 15-én és október 23-án ez a hívószó minden magyar demokratának a hatalom egypárti kisajátítása, az emberi és szabadságjogok és a sajtószabadság korlátozása, illetve a társadalmi kirekesztés elleni megatüntetésekre. Úgy gondoltuk, hogy most olyasmi történt, ami pártszimpátiától függetlenül minden magyar polgárt, baloldalit és jobboldalit, ökopártit és liberálist, hívőt és nem hívőt, közéletit és apolitikust egyaránt érint. És nincs időnk a következő nemzeti ünnepig várni, hogy a nemzet osztatlan felháborodásának hangot adjunk. Kedves barátaim! Legalább 3 oka van annak, hogy ma itt és ennyien összegyűltünk. Az első a szégyenérzet. A szégyenérzet azért, amit országunk felelős vezetői egy alattomos, középkorian brutális
és tisztán rasszista indítatású gyilkos elengedésével elkövettek. És ami arra kötelez bennünket, hogy nevükben is elnézést kérjünk az örmény néptől. Ki kell jelentenünk, hogy a magyar népnek nincs oka, és nem hajlandó rasszista bűnöket, borzalmas gyilkosságokat igazolni, akármelyik etnikum okozza is, illetve szenvedje azokat. Ki jár ez a tisztelet minden népnek, akinek fiait puszta rasszista indulatokból ér az atrocitás? Ki jár az azerinek is, a magyarnak is, a zsidónak is, a cigánynak is? Ezúttal örmény az áldozat. És mert kizárólag azért kellett szörnyű halált halnia, mert népének fia volt, fejet kell hajtanunk előtte és családja előtt, és ha bármilyen részünk volt megaláztatásában, meg kell követnünk az örmény népet is. Márpedig azzal, ami most történt, tehát, hogy a rasszista barbár immár hősként ünnepeltetheti magát, súlyosan megalázták az örmény népet is. Ebben pedig felkent alkotmányos vezetőink révén, akik oly szívesen beszélnek Magyarország. Akik oly szívesen beszélnek Magyarország a magyar nemzet egésze nevében, vagyis a mi nevünkben, közvette ugyan, de nekünk is részünk van. Ezért a szégyen, és ezért a bocsánatkérés. Veszel Orbán! Veszel Orbán! A másik érzelmi ok a fölháborodás. A fölháborodás afölött, hogy országunk vezetős vezetőit, kik oly szívesen pappolnak hitről és magasztos erkölcsről, kik alaptörvényükben is oly hosszasan öblögetnek a keresztény nemzeti értékekről, akik mindezt kötelező államerkölcsként immár kisiskolásokra is ráparancsolnák, a jelek szerint most a legótvarabb kupeckedés szintjére süllyedtek. Napnál világosabb, hogy csak azért bocsátották áruba a magyarok becsületét, hogy olyan pénzhez jussanak hozzá, amelyről senkinek nem kell elszámolniuk. A magyarok szabadságharca, a hangzatos nemzeti melveregetés kis stílű ügyeskedést takar. Az a célja, hogy a világ vakon hitelezze meg a kormány és oligarcha holdudvara hatalmának évtizedekre való bebetonozását. Mert ne tévedjünk, erre a gyalázatra nem valamiféle zsigeri örmény ellenesség, vagy ősgyökös magyar-azeri barátság miatt kerül sor. Hanem mert Orbán Viktornak nem kell az olcsó EU-s hitel, ha az elemi közgazdasági racionalitást és demokratikus döntéshozatalat követelő szakmai és társadalmi kontrollalját. Takarodjon! És ebből következik a harmadik érzület, amely ma idehozott bennünket. A felelősségé, hogy mi, civil magyarok tettük mindezt lehetővé, és a belátás, ezt nem tűrhetjük tovább. A Milla, amióta létrejött, azt az alapvető gondolatot képviseli, hogy a polgárok folyamatos politikai részvétele, állandó, ellenőrző, kritikai jelenléte nélkül sosem lesz ebben az országban egészséges politikai rendszer. Ebben a fölismerésben 22 év keserves össznemzeti tapasztalata összegződik. Az elmúlt két év csupán minden korábbinál hatékonyabb és szervezettebb visszaélés azzal a gyanútlansággal, közönnyel és nemtörődömséggel, amelyel a magyar polgárok a rendszerváltás óta saját államuk, különféle színezetű politikai és gazdasági elitjeik tehetetlensége, korruptsága és zűrtsége iránt viseltettek. A Safarov ügy két populista diktátor közönséges üzlete, amelyben, mint látjuk, a rutinosabb még jó át is veri
a nagy mellényű kezdőt. Szokatlan élességgel világít rá arra, hogy hova vezet, ha mi, polgárok, hiszékenységből, önzésből, konformizmusból vagy nyájszellentől vezettetve túl könnyen bízzuk önjelölt népboldogítókra és történelmi eszelősökre a hazánk, országunk ügyeinek intézését. De ha mi juttattuk hatalomra őket, nekünk is kell őket megfosztani tőle. Most tanultuk meg igazán, hogy mekkora a felelőssége a választópolgároknak. Azon kell dolgoznunk, hogy valahogy helyre billenje a világrendje. Hogy olyan vezetőket válasszunk, akik miatt nem kell majd utóbb szégyenkeznünk. Nem igaz, hogy a mi népünk félázsiai népség, amelyet csak egy despota ereje tartott össze. És nem szabad elhinni, hogy nincs erőnk változtatni. A mi felelősségünk, hogy a magyar nép újra szép, a magyar név újra szép legyen, hogy lemossuk róla azt a gyalázatot is, amelyet már a 21. században kentek rá. Így van! Így van! Kedves barátaim! Tüntetésünknek négy felszólója van. Először Balabán György, publicista. Utána Krajcsúr Piroska, armenológus, műfordító. Őt Mamiko Jengbalian, szobrászművész. Követi végül Siring Árpád, színházrendezővel fejezzük be a programot. Kérlek benneteket, hogy méltóság teljesen tüntessünk. Azon gondolkoztam, amikor jöttem errefelé, hogy vajon mit is keresek én itt tulajdonképpen, aki nem vagyok millás, nem vagyok baloldali, nem vagyok liberális, sőt, a keresztény konzervatív jelzővel lehetne leginkább meghatározni. Mit keresek egy ilyen tüntetésen ezért a fejemben, és akkor így rátérve a tekintetem a Rágódi szobor talapzatán a feliratra, cum Deo pro patria et libertate, hát ezt keresem itt önökkel együtt. És én azokkal az emberekkel szeretek itt lenni, akik az igazságot keresik a hazugság helyett. És akik a békességet keresik a gyűlöletkeltés és a gyűlöletszítás helyett. Az a helyzet, hogy a Bibliában van egy olyan mondat, hogy a hamisak útjának a vége pusztulás. A hamisak útjának vége pusztulás. És én azért vállaltam örömmel ezt a felkérést a mostani rendezvényre, hogy elmondhassam nyilvánosan is. Nem szeretném, hogyha Magyarország még egyetlen lépést tenne ezen az úton. Azt szeretném, hogyha erre az útról lefordulnánk. És gondolkozzunk el azon együtt, hogy mi van mögöttünk. Bizonyos naptári értelemben, de sajnos csak naptári értelemben magunk mögött hagytunk egy 20. századot. Egy olyan századot, aminek a legnagyobb tragédiája az volt, hogy embereket brutálisan és kegyetlenül embermilliókat lemészároltak azért, mert nem tartották megfelelőnek a származásukat, az identitásukat, vagy pedig a hivatalostól eltérő álláspontjukat. Ez a 20. század öröksége, feldolgozhatatlan, iszonyatos öröksége. És ha van bármi értelme a nyugati demokráciának, és itt a nyugati alatt nem csak földrajzi fogalmat értek, ha van bármi értelme annak, hogy a nyugati civilizációhoz tartozunk, ha van ennek bármiféle morális üzenete a 20. század után, akkor az az üzenet az, hogy senkit soha az identitása miatt, a származása miatt, vagy a hivatalostól eltérő álláspontja miatt bántani nem szabad. Ez a nyugati morális és erkölcsi minimum. Ez az, amiben egyet kell, hogy értsenek jobboldaliak és baloldaliak, liberálisak és konzervatívok,
individualisták és kollektivisták. Ezekről az értékekről nincs vita. Így van. És ha bárki, bárhol ebben a civilizációban szembe megy ezekkel az értékekkel, megtagadja és leköpi ezeket az értékeket, akkor az jó esélye számíthat arra, hogy külön fejezetet kap a történelemkönyvekben. Dögöljön meg! A múlt héten Magyarország felkerült a történelem szégyenfalára. Köszönjük, Orbán Viktor! Nem tudjuk másképpen lemosni magunkról ezt a szégyent. Nem tudjuk másképpen megtenni, mint azt mondjuk, hogy azt a mandátumot, amelynek alapján ez a kormány ezt az országot állítólag vezeti, azt mi erkölcsi értelemben visszavonjuk. Így van! Mondjuk! És én keresztény és konzervatív emberként azt mondom, hogy nem akarom, hogy ez a kormány a továbbiakban, és Orbán Viktor a továbbiakban engem, a családomat, az egyházamat, a nemzetemet a világ előtt képviselni merészeljen. Úgy gondolom, hogy ha sokan mondjuk együtt ezt, ha nagyon sokan mondjuk valóban méltósággal, mert nem állhatunk soha a gyűlölet szitok oldalára, soha nem állhatunk a pusztító gyűlölet oldalára. De ha sokan mondjuk ezt méltósággal, akkor van esélyünk arra, hogy tényleg dolgozatok azért és harcoljatok azért, hogy ne csak morális értelemben, de közjogi értelemben is ezt a mandátumot vissza lehessen tőlük vonni. Nem kell még két ilyen évet kívánni! Köszönöm, hogy meghallgattatok! Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Összeszorult a szívem, amikor elvállaltam ezt a feladatot, mert soha nem beszéltem még tüntetésen. De armenológusként és műfordítóként úgy gondoltam, hogy nem hallgathatok tovább. Krajcsé Piroskának hívnak! Köszönöm szépen ezeket a lelkes tekinteteket. Úgy érzem magam, mintha verszi bárdokat játszanánk most, ahol előjönnek a bárdok és elmondják a vádbeszédet. A vádbeszéd különböző hangokon szólal meg, és különböző hangerővel, és más-más vádat mond el, lehet, hogy az én beszédem lágyabb lesz, mint Balaván Györgyé volt, de a szívem forrósága legalább olyan erős. Nem hallgathatok én sem. Nem akarok vétkesek cinkosa lenni. Ki kell mondani, Ramil Szafarov kiadatása morális szégyenfoltot vet sajnos egész Magyarországra. Én magam ezer szállal kötődöm Örményországhoz, ahol bő évtizedet éltem és a Történettudományi Intézetben dolgoztam. Csak jót és szeretetet kaptam az örményektől. Még a földrengés és a blokád éveiben is megosztották velem az utolsó falatjukat. Soha nem éreztem magamat idegennek köztük, betolakodónak, aki miatt kisebb karé jut nekik. A karabahi konfliktusból gerjesztett háború vetett bennünket haza ismét Magyarországra, és itt kezdtük a semmiből újra felépíteni az életünket. Azt lehet mondani, hogy mi is a karabahi háború menekültjei vagyunk. Szerencsére a rendszerváltás után 1994-ben új keretek között élhették meg a nemzetiségek az életüket,
és az örményeknek nagyon sok lehetőségük volt, hogy kötődjenek az anyaországhoz és a diaszporához, és kultúrájukat ápolhassák, és tettük ezt mi éveken keresztül. És 10 évvel a nemzetiségi törvény kikiáltása után történt valami nagyon szörnyű Magyarországon. 2004. februárjában a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési Központja intenzív angol nyelvfolyamot szervezett. Több országból érkeztek a résztvevők, poszt-szovjet államokból is. Február 19-én a magyar közvéleményt megrázta a hír, Ramil Szafarov azeri tiszt éjszaka álmában, baltával, melyet a Tesco áruházban vásárolt és éresre köszörült, lefejezte Gurgen Markalján örmény hadnagyot. Ezután kiment a folyosóra, és fejszéjével megpróbálta betörni a másik örmény ajtaját, szerencsére zárva volt. A kisiető katonatisztek, illetve az időközben kihívott rendőrség tették őt ártalmatlanná. Miért kellett meghalni a Gurgen Markaryannak Magyarországon? Azért, mert örmény volt. Felmerülhet a kérdés, hogy kell-e? És miért kell, ha kell, ekkora ügyet csinálni egy gyilkosságból és a gyilkosság kiadatásából? Aki ismeri az örmény történelmet, tudja, hogy az etnikai alapon elkövetett örménygyilkosságok fájó sebeket tépnek fel. Gurgen Markarján lefejezett holtteste mögött ott sötétlik az 1915-ben legyilkolt 1,5 milliónyi örmény hekatombája, de nem felejtkezhetünk el az 1909-es adanai áldozatokról, vagy az 1896-os pogromokról sem. A 20. század végén pedig a pogromok Azerbajdzsán területére tevődtek át. 1988. februárjában rettenetes pogromok érték egymást Azerbajdzsán területén, a menekültek és áldozatok száma 100 000-es nagyságrendű volt. Ez az etnikai konfrontáció torkollott a karabahi háborúba. Örményország és az örmény nép számára éppen ezért vált nagyon fontossá a magyar bíróság ítélete Szafarov esetében. Úgy az anyaországban, mint a diaszpórában élő örmények, mint egy 7 millió ember követte figyelemmel a budapesti eseményeket. Ez a sokat szenvedett kis nép, amelyet nagyhatalmak annyiszor megaláztak, elárultak, saját politikai, gazdasági érdekeiket fontosabbnak tartva az igazságnál, ez a kis nép várta, hogy Magyarország igazságot szolgáltasson neki. És Magyarország ezt megtette. A bíróságnak egyébként nem volt könnyű dolga. Az azeri oldal agresszíven és arrogánsan igyekezett érvényesíteni hegemóniáját úgy a tárgyalóteremben, mint a tárgyalótermen kívül. Vaskuti András bíró a szakértői véleményekre alapozta, hozta meg az ítéletet, mely a legsúlyosabb volt, életfogytiglani büntetésre ítélve a baltás gyilkost. Nazeli Vartanyan asszony, Gurgen Markarján családjának örményjogi képviselője így kommentálta ezt. Ez volt a legsúlyosabb ítélet, amit magyar bíróság az adott helyzetben hozhatott, hiszen Magyarországon eltörölték a halálbüntetést. Szafarov egyébként az utolsó szójogán semmilyen megbánást nem tanúsított. Ragaszkodott ahhoz a verziójához, hogy tettét pszichésen zavart állapotban követte el. Sem a fejszevásárlásra, sem arra nem emlékszik, hogy mi történt azon a rettenetes éjszakán. Ezt az információt érdekesen egészíti ki az az interjú, amely a magyar sajtóban jelent meg, a hősiességet mi másképp értelmezzük címmel. Közben Szafarov, Azerbajdzsán nemzeti hőse lett, 2006-ban elnyelte az év embere címet, iskolákat, utcákat neveztek el róla, védelmére alapítványokat hoztak létre, és ebben részt vettek azeri parlamenti képviselők is. Megdöbbentő az azeri ombudsman Szulejmanova asszony szavai.
Szafarov tette legyen példa az azeri ifjúság számára. A kegyetlen gyilkosság ilyen interpretációja csak bátoríthatja a jövendő gyilkosait. A Life Trend azeri hírpoltáron 2011. februárjában érdekes információ jelent meg. Szafarov azt nyilatkozta, hogy igazságtalanul és megalapozatlanul ítélte előtt a magyar igazságszolgáltatás, ám ő nem haragszik a magyarokra, és éppen regényt fordít, Szabó Magda az Ajtó című könyvét. Ezzel kívánja szolgálni a két nép barátságának erősödését. Szegény jó Szabó Magda, aki oly tiszta lélek volt, annyira érzékeny, helyes és helytelen, jó és rossz, igazságos és igazságtalan tekintetében, annyira szigorú önmagához is. Mit szólna, ha megtudná, hogy egy baltás gyilkos lett egyik legjobb művének interpretátora? Nem tudom, az elítélt igyekezette mindezt a magyar igazságszolgáltatás tudomására hozni. Érdekes lenne megkérdezni az ügyésznőt, aki vádbeszédében külön kiemelte azt, hogy ezzel az aljas indokból végrehajtott brutális gyilkossággal Szafarov nem csak az élet elleni legsúlyosabb bűncselekményt követte el, hanem Magyarországot, mint vendégfogadó államot megalázta. Szafarov végig tisztában volt vele, hogy kik állnak mögötte. Minden mondatában egy muzulmán olajnagyhatalom arroganciája szólalt meg, ahol lehet másképp értelmezni a hősiességet, ahol az év embere és nemzeti hős lehet egy örmény gyilkosa, ahol igaza csak a farkasoknak van. Nekünk, magyaroknak, a magyar közvéleménynek, a tisztességes, jóérzésű embereknek az a feladatunk, hogy elhatárolódjunk nem csak Szafarov brutális tettétől, de attól a szemforgató, álszent politikai lépéssorozattól is, amely közreműködött a baltás gyilkos szabadátételében. Addig kiáltsunk farkast, amíg nem késő sikoltani. Legyen bennünk civil kurázsi, olyan Illy és Gyula féle. Homlokon lőhetnek, ha tetszik, mi itt fészkel, égbe menekszik. Ilyen bátorság, és ne vállaljunk közösséget a farkas hordával, emeljük fel szavunkat az igazságért és a jogosságért. Emeljük fel szavunkat egy olyan Magyarországért, amelynek egyetlen állampolgárát, egyetlen vendégét sem érheti etnikai hovatartozása miatt sérelem. Emeljük fel szavunkat egy olyan Magyarországért, ahol élni jó, ahol élni érdemes. Egy olyan országban, ahol jogosság uralkodik, a vétséget muszáj, hogy bocsánatkérés kövesse. A magyar kormány mindez idáig adós ezzel a bocsánatkéréssel. Ne hagyjuk országunkon a gyalázatot. Innen a Kossuth térről, a parlament épülete elől kövessük meg mi Örményországot, az örmény népek. Ne rirmez hajasztán! Ne rúgosz jól! Bocsáss meg nekünk, Örményország! Mondjátok velem! Bocsáss meg nekünk, Örményország! Bocsáss meg nekünk, Örményország! Úgy legyen!
Jó estét! Előre elnézést, ha nem helyesen magyarul beszélek. Itt lehet hallani? Na, mesélek egy élmény, igazán. Én nem készültem írással, ilyen tudományosan. Véletlen nevekkel ezelőtt találkoztam. Örményországban találkoztam. Pehes voltam, Gurgen összeáldozat szüleivel. És állandó szememben ez van, mikor róla van szó, annak szüleit látni. Mint ha hasonlítani akarom, lehet, hogy egy madarra, aki feszkétől elloptak a fiókat. Olyan értetetlenül szemükkel, olyan arcukkal nem akartak tudomásul venni, érteni, hogy mi történt fiúkkal. Miért meghalt, miért én kegyetlenül. És ez nagyon, nagyon rossz volt látni, nem akarom emlékezni, csak állandóan van. És most ez az eset után, amikor szabadon engedtek ezt az embert, nem akarom minősíteni, mindenki magára tud, hogy mi a most, hogy fognak ugyanaz ezt a szerencsétlen két ember, hogy viselkedik, milyen szemük lett most. Nagyon durva, gondolni se akarom. Na. Másikont, ezt szeretnél mondani, hogy egy perces vagy egy félperces csenddel nyugodtan tisztálunk halála, és egy percig csendbe legyünk. Megemlékezünk. Szerintem lejárt idő. No, és... leszek nagyon rövid. Most nagyon határozottan, érzelem nélkül próbálom fogalmazni, bármennyire nehéz. Én nem akarom, nem is színpadon, csak figyeltem Facebookon és általában több helyen. Ez a mozgalom kimegy politika, kicsit kereskedelem, kicsit hatalom és mindenféle susmus. Nekem ez nem tetszik, én nem azért jöttem, nem partozom semmi. Parthoz, hatalomhoz, semmihoz nem is készülök. Amiatt inkább ez a reszen nekem érdekli, becsület és tisztelet. Becsület magyar népnek, becsület örmény népnek. Miért magyar? 20-pár éve ítélek, és tudatos életom négy része ítélek. Ott nézik magyarnak, itt nézik örménynek, és külföldön, ahol vannak szobraim, vagy ahol ismerik, ugyanaz magyar szobrasznak. Szóval nagy felelősségem van két oldalban. Úgyhogy amiatt nekem egy dolgot itt hasznom, vagy lényegem lenne, becsületet, tisztességet. És arra, hogy ne lenne levegőbe a szavakat, dumálunk és semmi nem csinálunk, indulatokat, hajra Orbán, hajra ide Orbán, vagy oda, nekem nagyon nem érdekli Orbán élete maga. Oldást keresünk, megoldást, mit tudunk csinálni, ha itt gyülekeztünk, ha itt gyülekeztünk, akkor... Olyan ember, mint mi! Hagyjátok! Ezt teszi magyarokkal! Ha már itt gyülekeztünk, és egy színpadot alakított, állították, akkor próbáljunk egy szankciókat összehozni. És ha konkrétan tényleg tervünk van valami lépésre, nem csak színpadon, bohockodásra, akkor konkrétan gondolkozunk. Ha kérdezik tőlem, meg tudom mondani, nagyon egyszerűen, szobrászesszel. Szankciókat, akkor próbáljunk Magyarország felé barátságot javítani. Mit tudunk csere csinálni? Ad egy világpolgároknak, világembereknek és örmenektől. Kérünk a bocsánatot, hogy ez történt. Lépjük tovább. Alítunk egy emlékművet, ez a szegény áldozatnak még hősként sem meghalt. Érthetetlenül halt.
És nem csak azért, hogy ez emlékművet, igen, hisz ez megint ez jel, hogy itt van gyűlölet, gyűlölet idegen előtt, mikor már több száz éve itt van, vagy nem, ez a gyűlölet, és itt nem akarom visszamenni Örményország, utána Németország, utána Magyar, vagy ez a gyűlöleteket idegenek előtt, csak hasonló jelek megint vannak, ne ismerlődjön senkivel, se magyarokkal külföldön, se külföldiek itt élnek. Amiatt ez a másik pont, és kitalálunk még másikot, ha akarnak, és hogyha vannak jogilag személyek, akkor akár aláírásot gyűjtünk Orbán felé, vagy kormány felé, nem tudom ezt hogy fogalmazni, és tovább lépjünk. Én ezt tudom ajánlani, nem akarom sokat beszélni, és csak annyi, megköszönöm, és hát legjobb mindenkinek, viszontlátásra. Tisztelt egybegyűjtek! Arra kérek minden jóérzésű magyar állampolgárt országunk határain kívül és belül, hogy kérjük közösen örmény embertársaink bocsánatát, akiket akaratunkkal és szándékainkkal ellentétben szégyenletes módon megsértette magyar kormány. A jelenlegi kormányunk, tudva azt, hogy hazájában nemzeti hősként tisztelik, átadta Azerbajdzsánnak azt a fiatalembert, aki Magyarországon néhány évvel ezelőtt származása miatt baltával kivégzett egy örmény származású egyetemistát. A magyar bíróság a gyilkost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, majd megkezdték az ítélet végrehajtását. Jelen pillanatban még nem látható pontosan, hogy ostobaságból és felkészületlenségből vagy az azeri kormány és üzleti szféra érdeklődését felkelteni igyekvő lépéseinek betetőzéseként igyekezett gesztus gyakorolni a magyar kormányzat. Egy dolog biztos, kirívóan érzéketlen, a jó erkölcsöt sértő, védhetetlen cselekedetet követett el akkor, amikor a hazájában ünnepelt gyilkost átadta Azerbajdzsánnak. A magyar emberek jelenleg ki vannak szolgáltatva gőgös és bosszúálló miniszterelnökük természetének, akkor is, ha ezt félelemből vagy önérdekből sokan tagadják. Magyarország 1000 éve európai állam, amelyre büszkék vagyunk. Ezért követeljük, hogy a magyar kormány haladéktalanul kérjen bocsánatot Örményországtól, ne szítsa tovább a nemzetek közötti konfliktust. Tegye ezt meg minél előbb, annál is inkább, mert mind a bakui, mind a jereváni kormányzatok által az elmúlt napokban tett nyilatkozatok alapján jogos a félelem, hogy a gyilkos kiadatása kázus belliként fog szolgálni a régen húzódó ellentétek újabb háborús kipattanásához. Mindez újabb bizonyítékot szolgáltat a nemzetközi közösség számára, miszerint a magyar emberek által demokratikusan megválasztott kormányfő szóban igen, de tetteiben nem tartózkodik a rasszizmus támogatásától. Éppen ezért ugyanúgy követeljük, hogy a magyar kormány tegyen meg mindent azért, hogy a magyar történelem legsúlyosabb rasszista sorozatgyilkossága ne merülhessen feledésbe, a cigány származású magyar állampolgárok pedig végre újra az állam teljes jogú polgárainak érezhessék magukat. Követeljük továbbá, hogy a magyar kormány ne támogasson olyan kulturális intézményt hazánkban, amelynek vezetői nyíltan antiszemiták. Orbán Viktor hagyjon fel végre a szélsőségesek bátorításával, hiszen az Európai Unióval szembeni vulgáris nyilatkozatai és a parlamentbe bejutott szélsőjobboldali párt zászlóégetései között nyilvánvaló a párhuzam. Elég a kettős beszédből. Magyarország európai ország, mert így döntöttek egykori felvilágosult vezetői. Őket akarjuk követni, hozzájuk akarunk hűek maradni. Tisztelettel minden másképp gondolkodóval szemben,
tartózkodva a fizikai és verbális erőszaktól. Köszönöm szépen! Kedves barátaim, a tervezett szónoklatok végre értünk. Ennek a tüntetésnek a méltóságról kell szólnia. A magyar népet, akárcsak az örmény népet megalázták. Úgy gondoljuk, hogy akkor fogunk méltóság teljesen a méltóságról beszélni, akkor fogunk tudni megfelelni ennek a követelménynek, ha ennek a tüntetésnek úgy van vége, hogy nem veszítjük el a méltóságunkat. Mi itt ezen a tüntetésen úgy gondoljuk, az eddigiek elhangzottak eléggé világosan alátámasztják ezt. Bocsánatot kértünk a magyar nép nevében az örmény néptől. Azért kértünk bocsánatot, amit nem mi követtünk el, de amit a vezetőink elkövettek. Most a vezetőink van a sor. Most nekik is bocsánatot kell kérniük. A jelenlegi kormány 2010-ben egy jobboldali publicistájának kedves szó összetételével kampányolt. Arról volt szó, hogy nem lesz Magyarország többé következmények nélküli ország. Emlékszünk erre a kifejezésre? Kérdezzük már meg, hogy hol vannak ennek a jelenlegi ügynek a következményei. Hol vannak azok a politikusok, vannak azok a politikusok, akik elvállalják a döntéseiket. Nem láttunk egyetlen arcot se a kormányból, egyetlen minisztert, államtitkárt se, aki kiállt volna és azt mondta volna, emberek, én vagyok ezért a döntésért a felelős. Nem látunk egyetlen kormányférfiút se, aki kimerne állni a nyilvánosság elé, és azt látva a következményeket. Ha másért nem a következmények láttán, annyit mondaná, elnézést, tévedtünk. Ettől a kormánytól azonban úgy látszik, még ennyit sem tud a magyar nép a saját választott, a saját népen megkapni. Ez az igazi botrány. Szeretnénk a Milla nevében is, azt gondolom a tüntetők nevében is, megfogalmazhatom ezt az igényt a mögöttünk lévő ház lakóinak. Várjuk a felelős magyar vezetők reakcióit. Követeljük! Várjuk a választ a nemzetközi reakciókra és a magyar mi itt ki, most kinyilvánított reakcióira is. Barátaim, ezen a ponton a tüntetésünk véget ért. Szíriai vagyok, szíriai örmény. Igen. Igen. Még szíriai örmény. 60 ezer örmény van ott. 60 ezer. Én annyit kérek Orbán Viktor úrtól, nem akarom szidni se anyát, se apkáját. Annyi szeretnék mondani, hogy életbe itt Magyarországon akárhova menekül, de lelki ismeret fordulása, hogy fog aludni estenként? Ez nincsen lelki, nem majd. És én az ajánlom, fönt, ha van Isten, Isten nagyon bocsájt, és nagyon is büntet.
Ez Bibliában széttépték a papuk. Két mondatot mondom, ez arab, én Kur'an Kerim tudományoztam, muszlimán Kur'an Kerim, azt mondja, Isten nagyon megbocsájt, és nagyon is büntet. De ez a büntetés nem fog menekülni büntetéstől. Itt, ebben a földön, nem túlvilágon, itt. És én ezt ajánlom, hogy saját gyermekeivel ezt tegyenek meg. Neki gyermekeivel. Mit szól ehhez? Ha saját gyermekeinek a fejét levagják paltóval, ő mit szólna, mint a nagy, művelt, tanult, ügyvéd, jogszabály? Ez neked jogszabály? Van valami, amit örményül esetleg mondani szeretnél? Yes, iskagan haim, halib zimbadzim, 1966-in, és sát szavú mémbor, ajszpész, érgini mécs gábringor, hajc abszusz, vécére hanérez, hossz gábringor, gercázis csap irénc, dani hungáriáit, svéd, norvégia, danimark, iskagan krisztónia érgir, akarsz tolmácsolok magyarul. Én Szíriában születtem, keresztény emberként neveltem fel, örmén vagyok, 1966-ban. Hat gyermekem van, magyarok, nem örmények, magyar nevelés kapnak, magyar iskolába járnak, magyar focisták, legjobb focisták itt, és szeretném innen elvinni már. Nem akarom ezt a magyar állambúrgarságot nekik, nem akarom. Igen, igen. És feleségem is magyar. És szegény egy hete sír. 23 éve együtt vagyunk feleségemben. Az a harcol lesz. Az én. Na nézd meg. Nekem sajnos az a mobilom csak az el. Sajnos az első egyet. Egy sötét kék kóze. Pont megjöttek, stadion. Majd most.